Zóna TV. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra. Az idei Pisztráng Fesztivál záró eseménye egy orgona koncert volt a tapolcai római katolikus templomban. Virág András, Liszt díjas orgona művész és Gion Zsuzsanna énekművész örvendeztették meg a közönséget, nem is akármilyen vendégeket hívva, hiszen a Bárdos Lajos általános iskola kórusa szerepelt velük. Már mutatjuk is. Virág András orgonaművész és felesége már többször is fellépett a városban. 4 évvel ezelőtt kapcsolódtunk be a Pisztráng Fesztiválba, úgyhogy egy rokoni szálak is voltak, ismerettség, és akkor felajánlottuk, hogy szívesen adunk egy koncertet feleségemmel, és most ugye kimaradt 2 év, és ez a 10. Pisztráng Fesztivál, és megint itt vagyunk, hál' Istennek. Milyen darabokkal készülnek, mit hoztak a tapolcai közönségnek? Természetesen klasszikus, Bach, Handel, Liszt, César, Franck. A templomhoz tartozik az orgona, mint hangszer, itt nőtte ki magát azzal, ami most van, úgyhogy az esetek 80-85%-ában az orgonakoncertek templomokban vannak, természetesen vannak hangversenytermekben is nagyon szép orgonák, az is nagyon jó dolog. De hát alapvetően az orgona és a templom összetartozik. A mai koncert különlegessége, hogy gyermekkórus is közreműködik. A meghívásunkra vállalták a Bárdos Lajos iskola kórusa, hogy ők is közreműködnek, ők énekelnek egy Kodály Tantum Ergot és egy Pisztráng Fesztiválhoz illő Schubert a Pisztráng című dalt. Önnek mit jelent ez a fellépés? Mit jelent, hogy majd a gyerekekkel közösen hagyják elő ezt a két dalt? Nagyon izgatottan várom, mert volt szerencsém nekem is tanítani régebben, és nagyon-nagyon szerettem, úgyhogy élvezetes lesz, és színesíti is a programot, hogy a gyerekek is felléphetnek. Virág András tisztíjas orgonaművész és érdemes művész úrral, mert már amikor a tanárképző főiskolára jártam Szombathelyre, akkor ismerkedtünk össze. Ő ott tanított, én ugye énekzenekarvezetés szakon végeztem a főiskolán, ő énekzene egyházzenészeket tanított a főiskolán, és tanít egyébként a mai napig is, és innen a kapcsolat velük, és ők kértek fel minket, hogy a Bárdos iskola kórusa működjön közre itt a Pisztráng Fesztivál orgona koncertjén. Hogyan készültek erre, mennyire van gyakorlatuk az ilyen jellegű fellépésekben? Hát ez nagyon-nagyon gyorsan jött ez a felkérés, 2 hete tudtuk meg, hogy András számítana ránk egy kis közreműködéssel. Nem nagyon szoktunk ilyen gyorsan felkészülni, nem több kórust is össze kellett most itt hangolni. Úgyhogy nem volt egyszerű a feladat, de reméljük, hogy sikeres lesz. A tapolcai Bárdos Lajos általános iskolának van egy kicsinyek kórusa, ami a 3.-4. zésekből áll, és innen a 4.-esek jönnek. A felsős kórusból, a Bárdos Lajos gyermekkarból pedig a 7.-8. gyerekek jönnek a mai koncertre. És ugyan tapasztalja, mit jelent a gyerekeknek egy ilyen különleges fellépés? Nagyon izgultunk, mert hogy nagyon gyorsan kellett ezt a 2 darabot felépítenünk az elmúlt 2 hét során, és hát azt gondolom, hogy izgalommal, de mindenképpen nagy megtiszteltetés, hogy a művész úrral együtt vehetünk részt ezen a koncerten. Jel,
Mit jelent neked ez a mai alkalom? Mert meglehetősen nagy dolog, hogy a templomban fogtok énekelni, méghozzá egy világhírű orgonaművésszel. Ez nagy megtiszteltetés számomra, mivel nem sokszor tapasztalhatunk ilyen érzést, és nem sokszor adatik meg ez egy embernek és egy gyereknek. Milyen volt a felkészülés? Hogy tudtatok felkészülni ezzel a két darabbal? Hát nem volt sok időnk, viszont gyorsan haladtunk, így könnyen ment. Számomra a zene egy kifejezés, a lélek. A zene olyan, mint hogyha magamat kéne kifejeznem. Harmadikos korom óta benne vagyok a kiskórusban, ötödikben belekerültem a nagykórusba. És mit adott neked ez a kórus? Hogyan tudnál értékelni? Ugye most nyolcadikos vagy. Nagyon fog hiányozni, egy élmény volt együtt énekelni a többiekkel. Számodra ez a két darab, amit most előadtok, ez mit jelent? Egyházi zene, tehát Isten iránti tiszteletet valamilyen szinten, és azt, hogy a többiekkel együtt lehetek. Melyik az a zenemű, amely az ön kedvence, és ma is előadja? Maszkány Ave Maria, az utolsó számom lesz ma. És miért pont ez? Nagyon jó énekelni, belkántó, olasz, olaszul van, olaszos, és egy örök darab, nagyon szeretem, nagyon szép.